Nyáron felröppent, hogy a Mainzba vagy a Fulembe szerződik, aztán maradt a Bolton kapujában az angol második ligában a magyar labdarúgó válogatott kapusa Bogdán Ádám, akit menedzsere túl jónak ítélt egyébként a Wanderershez, viszont a Pintér válogatottban nem volt ott az északírek ellen, azóta pedig újját törte. Ádámmal már is Skype kapcsolatba lépünk és kifaggatjuk az aktuális helyzetről. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Gyógyul már az ujjad? Hát javulgat, igen. Aha. Elég szép kötés, már három helyen tört el, igaz? Igen, elég kis helyen, de három helyen tört el igazából az alsó új percem, úgyhogy eléggé csúnya törés volt. Ennek megfelelően műteni is kellett, és csavarokkal rögzítették meg, rakták úgy helyre, hogy normálisan álljon. Egyébként tipikus kapus és tipikus kapusos edzéses sérülés volt ez? Én azt gondolom, hogy igen, beszélgettem azóta egy pár kapussal, például Gulácsi Petivel, neki is volt hasonló törése, meg a csapattársamnak is volt már ilyen, úgyhogy tehát eléggé gyakori, úgymond az ilyen sérülés. Kellemetlen igazából, mert egy kis testünknek egy kis részről van szó, de mégis ugye 6-8 hetet kell vele kiadni. Akkor meg is adtad a választ, tehát elvileg úgy néz ki, hogy 6-8 hét múlva újra kapuvá állhatnál, igaz? Igen, ezt mondták itt a műtét előtt. Ma megyek vissza egyébként egy gyógytornászhoz, aki azt hiszem speciálisan a kezekkel foglalkozik, le is veszik ezt a nagy kötést róla, és akkor kiderül igazából, hogy áll az ujjam. Remélem, hogy onnantól kezdve viszont minél hamarabb vissza tudok térni, azaz, hogy a 6-7-hez közelítve. Nyilván van egy csontnak, kell egy idő, amíg összefor, tehát ennek köszönhető is a hosszabb kihagyás. Azért az nem lehet kétséges, hogy a felgyógyulásod után megint te leszel az első számú kapus a csapatnál? Hát nagyon reméljük, hogy így lesz, tehát ezt nyilvánvalóan a futballban soha nem lehet tudni, hiszen a másik kapus, aki most él, az nyilván az ilyen lehetőségekre vár, és az azért küzd, hogy az ilyen lehetőségeket megragadja, és beragadjon a kapuba. Én meg azért edzek, meg azért csináltam eddig a dolgomat, hogy ilyen sérülések után visszakerüljek. Eddig visszakerültem a sérüléseim után, remélem, hogy ezután is így lesz, de elsősorban most azzal foglalkozok, hogy olyan állapotba kerüljek, hogy ott legyek már, hogy kopogtassak az ajtón. Na most Ádám, a válogatottnál is úgy tűnt, hogy te vagy az első számú kapus, aztán az északírek ellen kimaradtál. Ezt Pintér Attila, akkori kapitány megbeszélte veled? Nem beszélte meg velem. Tehát akkor ennek az okairól te nem tudtál semmit? Nem. A meccs napján jelentette be, hogy melyik kapus véd. Ennyi. Nem tudok róla többet mondani, mert nekem sem mondtak róla többet. Úgyhogy erről bővenben nem tudok beszélni igazából. Azt mondják, hogy a következő mérkőzésre kinevezett utód Dárdai Pál, ő beszélte már veled? Nem beszélt. Úgyhogy erről sem tudok most bővebben beszélni. Na most könnyen lehet, hogy majd fog beszélni, most fog nekiállni a munkának. Te hogy élted meg ezt az első Európa-bajnoki selejtezőt? Nehezen éltem meg igazából az egész hetet, nehezen éltem meg a meccs napját is. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nyilván a pályám előleg kicsit más volt, ez más látni, mint mondjuk a lelátóról, vagy a TV elől. Én azt gondolom egyébként, hogy nem kezdtük rosszul találkozni, sőt az első fél időben azt gondolom, hogy tulajdonképpen nekünk volt a több lehetőségünk a gólszerzésre, és nyilván egy kiegyensúlyozott meccs volt. Utána azonban sajnos talán túl lelkesedtük, vagy egy kicsit naívak voltunk, és beleszaladtunk egy nagyon, nagyon kellemetlen pofonba, ami nyilván nagyon rosszul néz ki, és eléggé nehéz helyzetbe is hoz minket. Bár én azt gondolom, hogy ez az első mérkőzés volt, van egy csomó mérkőzés még hátra, amin lehet javítani. Most van egy új kezdet, bízok benne, hogy javítani tudunk már most Románia ellen.
és akkor visszatudunk kerülni egy olyan lehetőséget tudunk megteremteni, hogy újra elérhetővé válhat akár a kiutás. Ennek fényében te mit szóltál a váltáshoz? Ugye a Dárdai jövetelét a legtöbb játékos örömmel üdvözölte. Közéig tartozol te is? Hát én azt gondolom, hogy alapvetően ez egy örömteli dolog, hogy ha valaki nagyon sokáig válogatott volt, és egy olyan mentalitású emberről van szó, aki mindig híres volt arról, hogy nagyon profi, és nagyon lelkes. Emellett ugye tudjuk azt, hogy az edzői tudását nagyon alaposan képzés, és Hertán egy nagyon-nagyon-nagyon nagy német klubnál számítanak rá, büszkék rá, és elismerik. Én azt gondolom, és ilyen fiatalon oda tud kerülni a válogatott élére, ez minden formában nagyon örömteli, és bízom benne, hogy nagyon sikeres tud lenni már most így az első három meccsen. Ugye lehetett arról hallani, hogy három meccsig maradna, de bízom benne, hogyha ez sikeres tud lenni ez a történet, akkor lehet, hogy meggondolja magát. Aha, és akkor rá lehet venni, hogy tovább is vigye ezt a munkát, mint egy mondjuk egy későbbi Bundesliga edzőséghez jó referenciát. Ugye te a románok és a ferrieriek ellen biztosan nem lehetsz még ott, ha jól számoljuk az új perceket, hogy így mondja. Azt viszont elképzelhetőnek tartod, hogy a finnek ellen kapuba álljál? Hát én azt gondolom, hogy az a cél igazából, hogy novemberre olyan állapotba kerüljek, hogy kész legyek arra, hogy bekerülhessek bármely, hogy a boltomba is, illetve a válogatottnak is a rendelkezésére álljak. Ez a célom, meglátjuk, hogy mit hoz a november. Na most nyilván a válogatásnál a Boltonban nyújtott teljesítményed számít majd, és amint arra utaltam, hogy a Dougie Friedman menedzser szerint te túl jó vagy a csapathoz. Az lehet, hogy te tavasszal már nem a Boltonban védesz? Hát, nem tudom. Tehát megint csak azt tudom erre mondani, hogy jelen pillanatban az első az, hogy felépüljek. Az, hogy mennyi idő lesz ahhoz, hogy ugye decemberig egyáltalán vissza tudok kerülni, nyilván úgy készülök, hogy igen, hogyha visszakerülök, mennyi mérkőzés lesz, és azok a mérkőzések elég lesznek ahhoz, hogy esetleg bármelyik csapatnak fölkeltsem az érdeklődését, ezt nem tudom, de nyilvánvalóan alapvetően van egy olyan helyzet, hogy nekem a szerződésem lejár a nyáron, tehát innentől kezdve abszolút spekulációkra adok ott önmagában ez a helyzet. De én igazából nem foglalkozom vele, nagyon hízelgő és nagyon örülök neki, hogyha a saját menedzserem ilyeneket mond rólam. Megpróbálok úgy védeni, meg úgy készülni, hogy alapot adjak erre továbbra is. Végül azt hadd kérdezzem tőled, hogy ha akármere is lesz majd egyszer váltás, te legszívesebben anglomán maradnál? Tehát Anglia lenne a legjobb hely számodra? Én azt gondolom, hogy Angliát ismerem, meg az Angliát tudom, hogy hogy kell játszani, hogy kell itt védeni. De emellett én azt gondolom, hogy nagyon nyitott vagyok más országokra is. De nem érdemes tényleg erről még egyelőre foglalkozni, hogyha olyan helyzet alakul, hogy áll elő, mint akár nyáron, akkor nyilvánvalóan érdemes jobban belegondolni, de először alakuljon úgy esetleg. Hát alakuljon az első, akkor az ma is gondolom lesz gyógytorna, nem? Reméljük, igen. Reméljük, hogy összekapják magukat itt a fizioterapeuták. Hát akkor jó gyógyulás neked. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen.